Péntek délután diákokkal telt meg a kazincbarcikai Szent Család templom. A Boszkó Szent János tiszteletére rendezett ünnepség szentmisével kezdődött, amit Andrásfalvi János atya új tartományfőnök celebrált. Az eseményen a diákokon és tanárokon kívül a város vezetőség is részt vett. A szentmisét követően a rendezvény a Don Boszkó sportközpontban folytatódott, ahol már a diákok voltak főszerepben. Első két órában ugye rendhagyó osztályfőnöki órák voltak, ahol megnéztek Don Boszkóról különböző kisebb filmeket, utána a második órában feldolgozták játékos formában, ilyen Kahoot, meg PPT és meg egyéb ilyen játékos verseny formájában, amit majd fogunk majd jutalmazni, ha kiértékeljük őket. Utána szentmisére jöttünk, és most itt lesz egy a kollégisták által előadott műsor. Ebben a műsorban lesz Don Boszkóról, lesz egy humoros történet, lesz benne ének természetesen, amelyet most majd a kollégista diákok fognak bemutatni. Én se láttam még, tehát most ez egy számomra is érdekes lesz. Általában mindig megnézem a műsorokat, de most ezt nem néztem meg, tehát nekem is meglepetés lesz. A tanulók ének produkciói mellett többek között a Ludas Matyi című mesét is előadták nagy sikerrel. Az esemény hangulatát tovább emelték a diák önkormányzat által megálmodott kis Don Boszkó zászlók, amiket az iskola növendékei, tanárai és a meghívott vendégei között osztottak szét.